ez olyan, mintha az ember vallásos lenne. Tehát ez a Jób is csak a végén kérdőjelezi meg, hogy ez most igazságosan vele történt, Isten bármit megtehet vele. Istennek mindig igaza van, ők ezt gondolták, a pártnak mindig igaza van, a Sztálin számukra egy szent volt. És akkor el lehet képzelni, hogy amikor a 20. kongresszus megtörténik, és kiderül, hogy a Sztálin... Mikor? 56. Nyarán. Vagy még előtte. Hogy amikor ott a Hruscsov alatt elmondják a sztálini bűnöket, hát akkor ezek az emberek összeomlanak. Nagyon sokan. Egyszer nem tudják, hogy mit csináljanak. Hát ők erre tettek, hogy ők ebben hittek. Elhitték, hogy jön egy új világ, mert hát egy ilyen pokol után csak valami jó jöhet. Tehát akkor még egyszer nem mehet el, és akkor kiderül, hogy nem, hogy nem jó jött, hanem mi építettünk egy olyan rendszert, vagy hagytunk fölépülni egy ugye ezt a Rákosi rendszert, ami ugyanazt csinálta, mint az előtte levő. Tehát megismételtük ezt a poklot. És akkor végül is azzal a hittel jönnek ki, úgyhogy végül is aki nem őrül meg, vagy nem vonul vissza kiábrándultan, az 56 után még kevesen közülük voltak. Szóval nagyon sokan elhitték, hogy jó, akkor megcsináljuk jól. Tehát ugye az ügy az igaz, a szocializmus és utána a kommunizmus az igaz, az a cél, és akkor hát majd akkor helyrehozzuk. És ez egy emberi mulasztás volt, ami történt, és akkor hát az emberi, akkor ezt meg is lehet javítani. Nézze, itt volt egy hamis illúzió. A hamis illúzió úgy szólt, hogy ez egy kisiklás volt, a fasizmus is, a sztalinizmus is. Itt arról volt szó, hogy fasiszta rendszer ráül egy kapitalista országra, akkor nácizmus lesz belőle. Ha ráül egy magát szocialistának nevező országra, akkor sztálinizmus lesz belőle, egy kutya. Mind a két politikának az a lényege, hogy a másképp gondolkozót fizikailag meg kell semmisíteni. De ez egy kisiklás volt, és mostantól kezdve új és jó világot építünk. Ebben nagyon sok ember hitt. Nagyon sok ember hitt. Én kb. Tudom, hogy Acél Györgyöt igen sokan nagyon szerették, ismétlem azok, akik a rendszerrel is jó viszonyban voltak, de nem voltak rossz emberek. Amikörben a jó és rossz embert illeti, higgyen, hogy az ember jóság és rosszaság teljesen független a politikától. Vannak olyan, akik olyan politikailag olyan nézetet vallanak, amelyeken soha egy pillanatig nem értettem egyet. És mégis alapjában jó lelkű emberek. És vannak olyanok, akik mindenben egyetértek politikailag, és tudom alapjában, hogy gonoszak és csirkefogók. Úgyhogy nem okvetlen jár a kettő, hogy vannak szélsőségek. Ha valaki egy náci gyilkos, hanem valaki egy sztálinista gyilkos, az nem lehet tisztességes ember, mert mondom, átlépte azt a határt. De amíg az ember azt a határt át nem lépi, a gyilkosság határt, a másnak van tudatos, egy ártás határát, addig a világnézet nem olyan rettenetesen döntő, addig meg lehet a másik embert érteni, ha nem is értek egyet vele is, vagy ha el is vetem, amit gondol. Itt van egy paradox helyzet, van egy ember, aki betölt egy funkciót. Egy funkciót egy totális diktatúrában, egy funkciót, ami azzal jár, hogy dolgokat betiltson, hogy embereket kioktasson, nála különb embereket is kioktasson, hogy a nagy urat játsza, mert azt kellett játszani, az volt a szerepe, azokkal szemben, akik alávetettek, akik függenek tőle, akinek a munkái akkor jelenek meg, ha hozzájárul. Tehát bizonyos, akik a kérelmező viszonyában állnak vele, ő az, aki a kérelmezők kérelmét teljesíti, vagy nem teljesíti, és ebben az értelemben fölöttük áll. Na most egy valakitől kérelmezünk valakit, és kérelmezők vagyunk, az nem mindegy, hogy az illető egy hagyományos király, vagy egy hagyományos nemes úr, vagy éppenséggel egy ötment kommunista funkcionárius. És mellesleg az a véleményem kicsit szerelmes volt Kádár Jánosba. Én, ha meg akarom érteni ezt a figurát, akkor ezt is beleveszem, hogy ez az ember imádta Kádár Jánost. És szerette, személyesen szerette. Tehát nem egyszer alávetette magát neki, mint mindenki, mert hiszen ő volt Magyarország királya,
De ő személyesen szerette ezt a királyt. Volt benne valami, amit az angol nyelv hero worshipnek nevez, tehát az ő hőse volt Kádár János, akit szeretett és tisztelt, és aki ellen nem nagyon akart cselekedni. Kádár bűneit azt úgy igazolták, és erre megint Vitányi Vára hívagazok, mint Ferenc József bűneit, vagy a Horthy Miklós bűneit, hogy nem ők követték, hanem mások, na egy parancsot követtek, nem is volt igaz. Kádár esetében kiderült, hogy az oroszok nem adtak parancsot Nagy Imre kivégzésére, abszolút nem, inkább az ellenkezőjét sugalták. Abszolút nem igaz, gyilkos volt, valóban az volt, önként volt gyilkos. És hát persze az Acél Györgynek tudnia kellett, és tudhatta is, és gondolom, hogy tudta is, és hát tudta is, hát így ez a gyilkosok közt cinkos, aki néma, mondta valamikor Babics Mihály, és ez bizony Acél Györgyel is vonatkozik, cinkos volt, mert betöltötte ezt a funkciót. Az egész Nagy Imre dolog, ami engem halálosan izgatott, hogy ez, hogy meg, hogy ő ezekről mit tudott, és azt gondolom, hogy tényleg őszintén nem tudta soha, hogy miért, és soha nem. Ő azt mondta, hogy soha, hogy ő is többször megpróbálta megtudni a Kádártól, hogy ott mi volt, és miért végezték ki, és nem válaszolt, és szerintem ő például tényleg nem tudta, hogy ott mi történt. Emlékszem egyszer egy 56-os, valami 56-os ügy volt, és nem tudom, hogy került rá sor, és mi volt a vita tárgya, de tudom, hogy akkor azt mondta, hogy nem lövettünk időbe. És akkor mind a ketten azt mondta, hogy mit mond? Hogy az volt a baj 56-ban, hogy mi, mármint a Komcsik nem lövettek időbe. Na mit mond? Akkor elég arra emlékszem, nagyon, nagyon hideg volt az elvállás ezek után. Ez elég régen lehetett, hogy 70-es évek elején talán. Uh-huh. Az úgy volt mindig, hogy ugye én Itáliában éltem, és néha hazajöttem. És mikor hazajöttem, hát nyilván, hogy tudtam, gondolom jelentették is neki, és akkor mondjuk telefonáltatott a titkárnővel, és akkor fölmentem. És akkor általában mindig a Gyulát vittem magamban, mert nem mondom, ő volt az okos fiú. És meg ő nagyon jó fogalmazott, és nagyon élesen tudott fogalmazni a Gyula. Uh-huh. És akkor ebből voltak konfliktusok? Vagy nem volt, hát nem, végül is nem volt konfliktus. Uh-huh. Tehát a konfliktus úgy értse, hogy a Gyula könyvét nem adták volna ki, vagy nekem nem adtak volna pénzt filmeret, ez nem. Te tudták, hol a határ akkor ezek? Hát gondolom, nem mondom, ez amit én nem tudok megmondani, mert én csak kívül uh-huh. láttam. Tehát uh-huh. ugye ezért szomorú, vagy nem tudom, hogy szomorú-e, hogy elvittem magával az ilyen titkokat. Tehát uh-huh. a mechanizmusnak a titkait. Uh-huh. Szóval a mechanizmus lesz érdekes, hogy ez a fajta, ez volt társadalmi szervezettség. Ez egy társadalmi szervezettség. Tehát a parancsuralom is egy szervezettség, hogy ez hogy működik. Tehát hogy van az, tehát most a jelentés Hernádiról, az kinél végzi? Az Acélnál végzi, az Acélnak jelentik, hogy Hernádi Gyula, nem tudom, mit csinált. Vajon találhatók olyan emberek még, vagy megszólaltathatók olyanok, akik tudják, hogy működött ez a mechanizmus? Hát én ezt nem tudom magának elmondani. Hát ez az nem... Nem tudom, kik voltak, de nem hiszem, hogy tudom. Uh-huh. Vagy nem beszélnek. Nem beszélnek. Miért lenne jó ezt tudni? Hát nem tudom, miért lenne jó tudni, mert mindig megvan a veszélye, hogy valami ilyesmi visszatér. Mindig uh-huh. megvan a veszélye. Uh-huh. Hát igen. Másféle módon, mert demokratikus körülmelkedés lehet, ugye, ennek a globalista demokráciának egyik alapkérdése az, hogy tartja keziben a népet. Tehát, hogy, mert ugye a terror, az egy elég ismert történet. A terror, itt van a rendőrség, aki nem tetszik, az börtönbe vágom, vagy lefejezem, stb. De ez nem ez. Szóval, és hogy ilyen körülmények között létrejöhet-e egy olyan fajta manipulációs demokrácia, ami nagyon hasonlít ehhez a parancsuralmi rendszerhez. Rettesen idegesítő volt ez az időszak. Ne felejtse el,
hogy a besugók állandóan a nyomukban voltak. Ezt megtapasztalta? Hajajaj, ne viccelj. Először is nyílt követés volt az utcán, még mikor elmentünk nyaralni a férjemmel, akkor is követtek mindig az erdőben. Úgyhogy már kezdtünk megőrülni ettől. Hát a telefont lehallgatták, az rendben van, azt mindenki tudta. De az, hogy bejöttek a lakásunkba, a távollétünkben, az teljesen világos volt, mindig tudtuk, hogy állandóan házkutatnak. Amikor hivatalos házkutatás volt, már vártam is a házkutatást, mert reggel 5-kor mindig fölébredtem, és figyeltem a zajokat, és akkor reggel 5-kor, amikor ház előtt csikorgott egy autó, akkor tudtam, most jönnek az ávosok. Jöttek is. Amikor becsönkettek az ajtón, tudtam, itt vannak az ávósak. És hát házkutattak, jó, rendben van, semmiféle terhelő dolog nem volt náluk, mert azért annyi eszünk volt, hogy ami terhelő dolog, azt odaadtuk egy barátunknak, Schlanger András nevű barátunknak, aki akkor a nehézipari minisztériumban dolgozott, és annak a széfjében voltak a mi kézirataink. Nem tud elképzelni, hogy az micsoda, mikor az embernek a lépten nyomon ellenőrzik, meg irányítani akarják, meg ez, meg az, maga nem tudja, mi az. Hát ugye a mai gyerekek nem tud, hát hiába mesélem valakiknek, hiába mesélem, ugye a legkisebb gyerekem az 25 éves, ugye, hát őnek is hiába, de azt maga nem tudja elképzelni, hogy ez micsoda. Hogy körbe van zárva, hogy leírhatatlan. Ahogy leírhatatlan, milyen volt a Horthy rendszer. Ugye én próbálom azt is elmesélni, hogy milyen volt. Uh-huh. De az is leírhatatlan. Azt megtapasztalt. Szóval az élethez tapasztalat is kell, nem csak tudományos leírás. Szóval az acélgyőről majd fognak készülni nyilván tanulmányok, ezek azt nem fogják tudni leírni, hogy az, hogy ő neki milyen lehetőség, hatalma volt, ugye a kulturális irány. Miért kell a kultúrát irányítani, meg tudja nekem mondani? Uh-huh. És miért volt ekkora a nagy jelentősége a filmnek? Miért volt annyira acél otthon a filmben, meg annyira a film körül? Tudom képzelni, ezt se tudom. Hát nem, nézel, nem, szóval ma semminek, szóval a kultúrának kisebb a jelentősége, mint akkor, és miért volt akkor a jelentősége? Másnak nem volt. Majd nem hagyták, hogy másnak jelentősége, politikának, vagy mit tudom, egyházaknak, stb. Nem hagyták. Tehát úgynevezett kultúrának volt jelentősége, ráadásul a kultúrát még kézben is tudták tartani. Én innen, ebből a székből mondom, ugye egy másik korszakból, hogy szerintem a kultúrában, meg a tudományban nincs helye a politikának, mert ez egy más történet. Nek kell, hogy legyen. És valószínűleg, és azt mondom, hogy szerintem az alapprobléma az volt egyáltalán, hogy beleavatkoztak olyan dolgokban, amikhez semmi közük nem volt. Én sokszor kérdeztem magamtól, tettem fel magamnak ezt a kérdést, hogy mi az Istennek kellett ennek az embernek, ennek az Acél Györgynek ez a funkció egyáltalán. Alapjában ugyan élvezte a hatalmat, de nem volt igazán hataloméhes ember. És körben rájöttem arra, hogy a sznobizmusa miatt volt ez fontos. Aztán életének az volt a tetőpontja, a betetőzése, élete legboldogabb pillanata, mikor ő volt az, aki fölhívta Jézs Gyulát, és megmondta neki, hogy Déri Tibor meghalt. Mert abban a pillanatban úgy érezte, hogy ő a magyar elithez tartozik, a legkiválóbbak közé. Egy Jézs Gyula, egy Déri Tibor, egy Szabolcsi Bence, egy Lukács György társaságában, ő a szűkörű magyar elitnek a része. Ugye azért itt ez a magyar értelmiség is hozzájárult, méghozzá a legjobb, a vezető értelmiség. Hozzájárult, hogy az Acél ezt a szerepet betölthesse, mert alapjában összekacsintottak vele. Még akkor is, ha nem szerették, vagy nem is becsülték, akkor is összekacsintottak vele, mert hát a magyar értelmiség mindig kicsit összekacsint a hatalommal, ugye akár Ferenc Józsefnek hívják, vagy akár kinek hívják, az a hatalom mégiscsak a hatalom, és hát mégis
szegény nemzet vagyunk, valahogy meg kell élnünk. A dolgoknak, amelynek kvalitásuk van, valahogy keresztül kell törnünk, és ez érthető, a minőségi írásoknak valahogy keresztül kell törnünk, és ha éppen ez az ember az, aki ezzel törődik, ezzel foglalkozik, akkor alapjában nem is hízelegünk nekik, de legalább azt megértetjük vele, hogy hozzánk tartozik. Mert ebben az esetben inkább tudja mondjuk a magyar irodalomnak a kvalitása, vagy a képzőművészetben, vagy a magyar színházban a kvalitást képviselni. Nagyon furcsa volt ez a kettőség. Hát ő kommunista volt, már mit tudom, fogalmazása pillanatától. A mozgalom élére került egy őrült, Josif Visszarionovics Sztálin. A széles körűen gyilkolt, ebbe a vadászatba ő is belekerült, egy őrültnek a követői. Megkínozták, börtönbe tették, és végén az őrültet megbuktatták, gyalázni kezdték a Sztálint, megbuktatták a Rákosit, stb. És ő azt gondolta, hogy na jó, ha most visszatérünk a tisztesség ösvényére. Megszűnt ennek az hatalommániás őrültnek a diktatúrája. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen naivitás az acélba. És akkor belement, és akkor már vitte a sodor. Vitte a sodor, és mindig azt gondolta nyilván, hogy ahol ő van, és ahol az ő keze elér, ott ilyen disznóságok nem történnek. És akkor egy kicsit ő is áldozatává vált ennek a illúziónak. És élete végén ő gondolt arra, hogy esetleg neki lettek áldozatai? Áldozatai nem. Ilyen kategóriában nem gondolkozott, de tudta, hogy voltak olyan emberek, akiknek a karrierjét ő nagyon erősen megnehezítette, tönkretette, vagyis különböző politikai érdekekből, baloldali politikai érdekekből oda dugta a lábát, hogy ne. De ezt ő vállalta. Ebből nem is csinált magának lelkiismereti kérdést? Nem, egyetlen egy pillanatig sem. Egész biztos volt abban, hogy ő egy baloldali politikus, és neki egy jobboldali áramlatnak időben be kell szegni az útját. Olvasom, meg tudom, hogy szubjektív volt, hogy nem tudom mi, biztos. Biztos egy csomó dologban másképp kellett volna dönteni. Biztos, hogy sok mindent el tudok fogadni abból, ami őt éri most, de ugyanakkor az is biztos, hogy egyet nem lehet elvitatni, hogy egy formátumos ember volt. Nagyon sok férfi ember, meglett férfi ember volt, kvázi szerelmes Acél Györgybe, mert azért a hatalomnak erotikus vonzereje van férfiakra, és nem csak nőkre. Bájosnak tartották. Uh-huh. Azért, mert hatalma van? Azt hiszem, nem egyszer, az nem mindenki bájos, akinek hatalma van, valakitől egyszerűen félünk. Ugye? Uh-huh. Ugye a csóba ember dolgozott a Parkközpontban, akit bajos lett volna bájosnak tekinteni. Uh-huh. De az Acélnek az, hogy igen, volt valami bája, valami színészi képesek, színésznek készült, hogy tudott játszani szerepeket. És a bájos, megnyerő férfi szerepét is el tudja játszani. Most együtt megy a hatalommal, akkor azonnal vonzerje van, ismétlem, rám nem hatott. Ugye az volt a divat az íróknál, hogy a megjelent könyvből küldtek az Acélnak, mert Acél gyűjtötte a dedikációkat. Mikor én itt elbértem, akkor egyszer azt mondta nekem, nem tudná elintézni, a pápa írjon nekem, mondom, micsoda. A pápa írjon magának egy dedikáció, nem tudom elintézni. Aha. Persze Róma kisváros, de azért nem annyira, hogy jön a pápa, hogy bemenjek, dedikáljon valamit az Acélnak. Tehát Acélnak fontos volt, hogy dedikáltak neki a könyveket, mert minden dedikáció egy kézirat volt, és ezeket gyűjtögette. Igen, és ez van most titkosítva. Hát az kár, mert ez egy gyűjtemény, kéziratokból való gyűjtemény, aminek lehet monetáris és egyéb
jelentősége is. Ez nem tartozik azon kérdések közé, amelyeket titokba kell tartani. Ha én valakinek egy levelet küldtem, akkor küldtem annak egy levelet. Tudod, ki a tulajdonos a levélnek? Az, akinek a levél szól. Ez hivatalosan így van. Ez hivatalosan, ha én kapok egy levelet, a levél az én tulajdonom, és nem azé, aki írta. Tehát Acél Györgynek írja a levelet, akkor az Acél György a tulajdonos, a tulajdont örökli, az, aki a tulajdont általában örökölte, és annak a levelet írta, mondjuk jogilag az égvilágon semmi köze nincs ahhoz a levélhez, amit ő írt, mert az már nem az ő tulajdona, hanem azé, akinek a levél szólt. Ugye ennek voltak éppen a jogi értelemben semmi alapja nincsen. Hát én tudom, mikor nekem, én kapok egy levelet, nekem nincs jogom, nekem jogom van azt a levelet publikálni. Annélkül, hogy az az ember, azt megkérdezném, aki nekem a levelet írta. Ha én mégis megkérdezem, az a személyes jó indulatom része. Általában, miután élek, megkérdezem, hogy hozzájárulsz ahhoz, hogy leveled egy részletet közölje, vagy nem járulsz-e hozzá. De ha nem járul hozzá, akkor is közölhetem. Nagyon jó vezetett autót, ezt nem tudom, hogy elmesélte már valaki. És élt a világútlevél lehetőségével, gondolom neki biztos diplomáciai útlevele volt, amikor a lányokat meg a feleségét berakta az autóba, és elmentek Olaszországba, Észak-Olaszországba, vagy Toszkánába. És jó pofa volt, mesélte nekem, hogy hát legyek arra mindig figyelemre, hogy olyan helyen kell megállni az út szélén enni, ahol sok teherautó, vagy sok kamion van, mert ott biztos olcsó, és biztos sokat adnak, és biztos, hogy jó, mert különben nem állnának meg ott a kamionosok. És hát a Gyuri bácsi szépen végigjárta, vagy ahogy elment Amerikába, vagy többször, vagy micsoda érdekes dolog volt, amikor hát igazából azon az utolsó központi bizottsági ülésen, tehát tényleg az utolsó központi bizottsági ülésen, amit bezárta az MSZNP, és nem volt tovább. Acél György nem szólt hozzá. Egyáltalán nem szólt hozzá. És hozzászólt a Borbé elvtársa, a munkásőrség országos parancsnok, aki a végén már a fináliban megkérdezte, és hát akkor elvtársa, mi lesz velem, kérdezte ő. Kit érdekelt, hogy mi lesz a munkásőrségországos parancsnokával, be kell zárni a munkásőrséget, menjen nyugdíjba, kap tábornoki fizetést, ameddig kap, és gondolom, hogy máig kapja. És az egy nagyon érdekes periódus volt, amikor bezárta az MSZNP, és megszűnt. Acél György rá egy rövid időre, azzal jól emlékszem, kapott egy rendes infarktust, és bekerült a Kutvölgyibe. És kérem szépen, ez egy iroda volt, és egy társadalmi műhely, a betegszobája. Végén már korlátozták, hogy ki mikor látogathat. Ott volt a telefon az ágy mellett, a mobiltelefon még igazából nem volt egy nagy divatcikk, mert hát akkor még ilyen nagy doboz volt a mobiltelefon, és 60-assal kezdődött a száma. És kérem szépen, az a szoba, ahol a Gyuri bácsi feküdt, hát kézről kézre adták a kilincset a látogatók, és nagyon fontos emberek látogatták meg. A ma szempontjából is fontos emberek látogatták meg az Acél Györgyöt. Hát tudjuk, hogy Acélnak trauma volt magának. Hogy? A rendszerváltozás. Jó, de Acélnak, hát biztos, mert ő annyira vezető volt. Igen, és, nem, és ugye nem tudták elképzelni azt, hogy a Gorbacsó így bedobja a török között. Hát ezt nem tudták elképzelni. Hát egy világhatalom volt ez. Hát nem tudom, hány atombomba ott a kezükbe. Ezt ők nem tudták elképzelni. És maga is meglepődött? Ettől? Hát attól, hogy hát, meglepő, hát igen. Igazán meglepőnek meglepő volt, mert az ember már berendezkedett arra, hogy élete végéig ilyen körülmények között fog élni. Hát nagyjából mindenki, aki úgy már idősebb volt, és kicsit bele is törődött, hogy mi ez. Persze meglepő volt, de hát jön akkor meg öröm is. Hát azért az, amikor lebontották a vasfüggönyt a magyar-osztrák határon, azért az hihetetlen öröm volt. Azt nem lehet elmondani, az örömet. És akkor az a vége a történetnek, hogy jött a
úgynevezett rendszerváltás, vagy rendszerváltozás, ahol azt a rendszert, amit az apukáik kitaláltak, azt mondták, hogy ugye nem jó, és egy másik rendszert hoztak, ezt, ami most van. Ez most bonyolult lenne, vagy hosszú lenne inkább elmagyarázni, mi a különbség. Lényeg, hogy egy másik rendszer lett, és az apóka gyakorlatilag rögtön utána bele is halt ebbe. Tehát, hát ebbe, hogy amiért ő az egész életében dolgozott, az egyrészt nem volt jó, másrészt meg is szűnt. És most akkor még beteg is volt. Na jó, de hát valószínűleg ezért lett ilyen gyorsan beteg. És gyakorlatilag egy másfél év alatt meghalt. És meg kell mondanom, én ma változtattam, nem az álláspontom, az érzéseimen. Én akkor mindenkit, alapjában csirkefogónak tekintettem, aki ezeket a játékszabályokat betartotta. Ma már teljesen más a véleményem. Ma már az a véleményem, hogy hát kérem szépen, az embereknek egy vonalon nem szabad túllépni. Nem szabad másoknak ártani, embereknek nem szabad ártani. Ha valaki nem árt embernek, vagy inkább segít a másik embernek, akkor hát elfoglal egy bizonyos pozíciót, akár befogja kicsit a száját, de a másik ember nem nyomja víz alá, hogy ez a legfontosabb számára, különben most is, amikor a besúgókról beszélnek. Nekem az érdekel, most ez mit súgott be? Lenyomott-e valakit a víz alá, vagy nem nyomott le valakit a víz alá? Igaz, még 90-ben is megfigyeltek. Hát 90 tavaszán még volt rendőrségi megfigyelés, még működött az ávó. Azt honnan tudtad? Azt később meg is mondták. Egyszer még fel is hívott engem egy úr telefonon, és azt mondotta, hogy csak azért hívom föl telefonon, mert meg akar mondani, hogy én voltam az egyik azoknak, akik az ön megfigyelésével voltak megvízva, és azt akarom mondani, hogy elnézést kérek, nagyon sajnálom. És akkor azt mondtam, ezért tudom, azt mondtam, akkor elnézem. Nevet is mondod, de én nem mondok nevet. És ő miért tette ezt a gesztust felé? Valószínűleg lelkiismert furdalásomat. Előfordul egy emberrel, nem? Uh-huh. Még ez is előfordul egy ember, hogy nem önmagát igazolja, hanem lelkiismert furdalása, ez is előfordul. Uh-huh. Hm. Nekem is volt lelkiismeret furdalás a Rákosi korszak után. Uh-huh. Hogy? Hát az, hogy befogtam a pofámat, mikor tudtam, hogy disznosságot csinálnak, és annak örültem, mint a macska farkának, hogy nem vagyok pártag, és hogy nem kell szavaznom pártaggyűléseken. És ahelyett, hogy mondtam volna, hogy mi a borzalom, ahelyett inkább örültem, hogy foghatom a pofámat. Annak örültem, hogy nem kell beszélnem. És gondoltam, hogyha most én pártag lennék, most akkor bajba lennék, mert vagy megszavazna, vagy ellene szavaz, megszavaznám, kirúgnak az egyenre, először megszavazom, akkor lelkiismeretem nem nagyon tiszta, ha meg ellene szavaz, kirúgnak az egyetemre, nagyon jó, hogy nem kell szavaznom. Hát ez egy teljes opportunista álláspont, és később szégyeltem magam is emiatt. Uh-huh. A Szabó is fel hihetetlen megsértődött rám. Uh-huh. Hát amikor a Trauma című tanulmányban a szégyen kérdéssel kapcsolatban megemlítettem, azt mondtam, itt van egy ember, aki fiatal korában elvállalja, hogy besúgjon. A helyzet nagyon rossz volt. Emberek akkor nem csak bíróság elé tett, de kivégzések voltak. Az ember félt. Teljesen megértem. Nem szép, nincs rendben, de felejtsük el. De az, hogy most, mikor leleplezik, azt mondja, hogy életének a legbátrabb csette, a legkiválóbb tette volt, hogy besugott, ezt felháborítónak tartom. Ezt igazán felháborítónak tartom, hogy össze-vissza kezdett beszélni, össze-vissza kapkodott, össze-vissza hazudott. És megkérdeztem, hogy miért van ez, erről szól többek között, mert a lelkiismeret és a szégyen két különböző dolog. Neki volt lelkiismeret furdalás, azért csinált olyan filmeket, amelyben olyan embereket szerepeltet, akik hasonló helyzetben voltak. Mert volt lelkiismeret furdalása, amit nem bírt elviselni, a szégyen, hogy mások tudják, hogy mások látják, hogy a mások tekintete rajta van, és úgy nézik, mint egy besugót.
Most ezt nem bírt elviselni, hogy alapjában lelkiismertével ő rendben volt, mert hiszen mindent megtett azért, hogy helyrehozza ezt. De nem bírta a szégyent, elkezdett össze-vissza beszélni. Én ezt a szégyen hatalmának az igazolására hoztam fel, de úgy megsértődött rám, hogy mi egyszer kiállításon egymás mellett voltunk, nem akart megismerni, elszaladt, mintha nem is látott volna, meg rájöttem arra, hogy most is szégyeli magát. Uh-huh. És ezt a nyilvánosság előtt erről beszéltél? Ezt a nyilván miért lett volna ilyen? Ezt egy cikkben megírtam. Egy embereket arról, hogy miért félnek az emberek a nyilvánosságtól. Ugye itt van a másik, a Bácskai Tomi, aki nem félt, aki azt mondta, nagyon szégyellem magam, mondta bele a kamerába. Ugye? Érez nagyon-nagyon szégyellem, bemondta a kamerába. Ugye még a Szabó István azt mondta, hogy életemnek ez volt a legbátrabb cselekmény, mert az életét megmentettem vele, amiről kiderült, hogy szó se volt róla, később vissza is mondta. Különben a Mephisztóban az is benne van, hogy kis, oda nyújtod magad a kezedet egy hatalomnak, lényegében el fog téged pusztítani. Uh-huh. Ugye még ez is mindenütt igen, hát ilyen emberek is vannak, és én mondom, én tisztelem az ő munkásságát, nagyon jókat írtam a filmjeiről különben, szerettem, uh-huh. mint rendezőt, csak én egy trauma jelenséget írtam le, és ezt nekem nem fogja soha megbocsátani. Zancsel Évának van erre egy ideje, hogy néven kell nevezni a bűnt, vagy a bűnt, nem tudom pontos, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, tehát hogy nem felnégyelni kell, nem felakasztani, ki kell mondani, hogy ez rossz, ez jó, ez fekete, ez fehér, ez szürke, ez rózsaszín, de mondjuk ki, lehessen róla beszélni. És az, hogy ezek nem tisztultak le, az szerintem borzasztó rossz. Tehát, hogy ezekről nem lehetett beszélni, hogy itt ügynöközünk meg, nem tudom én mit csinálni, de hogy ez nincsen tisztázva, hogy ki... Mit tett, hogy ki az, aki kárt okozott másnak, és milyen okból, vagy ki az, aki egyszerűen az utazásáról írt egy jelentést? Amit én ebből láttam, az volt, hogy ahelyett, hogy valami fajta tisztulás történt volna kimondással, de megint nem a felnégyelés és a bűnbakkeresés irányába, a mindennapi életben, tehát most nem a politikában, a mindennapi életünkben, nem egy tisztázás történt meg, hanem egy ilyen, és nem a fiatalokról van szó, hanem az idősebbekről, hanem mindenki igyekezett valahova állni, ahol úgy gondolta, hogy neki ott jó lesz. És az számított egy idő után, hogy kinek hova sikerült gyorsan átállnia, és semmiféle ilyen tisztázás. Nem tudom, hogy valakiről kiderül valami, akkor gyorsan ráhúzzák a vizes lepedőt, de ezt így nem lehet. Tehát azt mondom, hogy az egészet le kellett volna tisztítani, igenis nyilvánosságra kellett volna hozni egy csomó mindent, teljesen mindegy, hogy ez az apuval kapcsolatos, vagy a Kádárral kapcsolatos, vagy bárkivel kapcsolatos, és minden szinten. Lent, középen sönt, és ezeket kellett volna tisztázni, meghallgatni, azokat az embereket érdeklődve. Én azt gondolom, hogy az apu életét illeti, ott mi magánemberek voltunk, és ezért én ragaszkodom is. Uh-huh. Tehát én nem, és ez így volt akkor, amikor ő hatalomban volt is. Én de hát akkor ti voltatok hozzá legközelebb, és értelmiségi pályán mozogtatok. Ettől függetlenül ő nekünk, az apukánk volt. Tehát én a saját életemért vagyok felelős, azért felelős vagyok abszolút mértékben. Tehát ha én valakinek okoztam, azért én felelős vagyok, és azért én ki is állok, és én ezt mindig vállalom is. Azért, amit a szüleim tettek, de én ezt így gondoltam akkor sem, amikor hatalmam volt, én akkor is nagyon utáltam, amikor megpróbáltak akár kedvezőt, ez nekem nincs közöm, és én ezt is mondtam mindig. Tehát, ha eltetszik menni Londonba, ott fekszenek Anglia királyai. Mind. Egy angol királyt ki nem lódítottak a sírjából. Ott fekszik a hülye, a zseni, aki tönkretette Angliát, aki fölvirágoztatta, aki a búrháborút megcsinálta, aki a gyarmatbirodalmat megcsinálta, aki föloszlatta, aki neki ment a Hitlernek, mindenki. Mert ez volt Anglia. És ugyanígy vannak ott a miniszterelnökök. És ezért Angliában érezhető, ha kint van egy ideig, egy teljesen stabil nemzeti identitás. Mert az angolok vállalják a múltjukat, sötét és fényes foltjaival együtt. 23. évemet töltöm Amerikában.
megszoktam azt, hogy ott az emberek viselkednek. Megszoktam azt az illetőt. Megszoktam egy egyszerű dolgot, hogy az, hogy ki az államelnök, ki van kormányon, az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy mi van a sajtóban, mi történik az egyetemen, vagy mi történik az újságoknál, vagy mi történik a rádiónál, vagy a televízióval. Az égvilágon semmi köze nincs hozzá. Nálunk viszont mindenki attól retteg, ez olyan kormánya, az akkor van, akkor ez a televízió, ezt fogják kívülni, azt fogják kívülni, ezt az újságtök bezárni, azt az újságot bezárják, egy színháznak más lesz az igazgatója, minden színháznak más lesz az igazgatója, más fogja a fesztiválokat rendezni, ez tökéletesen elképesztő. Mintha a politika osztálynak nem az lenne a feladata, hogy az általános politikai irányvonalat megadja. Semmi köze nincs ahhoz, hogy mi történik az újságban, a rádióban, a televízióban, de miért van ehhez köze? Mert megszoktuk, itt jön a kádárizmus, itt jön az acél. Megszoktuk, hogy alkalmazkodjunk. Hogy hát jön egy új kormány, akkor nekünk mindig azt a szint kell fölvenni, ahhoz kell alkalmazkodni, mert mit fognak rólunk ők mondani. Ez az újság is ezt csinál, akkor kirúgja azt, aki nem ezt a szint vallja. Ezt nem kellene kirúgnia, de biztonság kedvéért kirúgja. Aztán a rádióban is biztonság kedvéért, a televízióban megszabadulunk azoktól biztonság kedvéért, akik ezek az urak nem szeretnek, mert hátha nekik van nagyobb hatalmuk, már most is, vagy jövőre, vagy két év múlva, majd ki tudja. Amit Magyarországon szekértáboroknak neveznek, az a rossz. Az a rossz, hogy az egyiknek adok hitet, egyik csak egyiket nézi, a másik csak a másikat nézi, csak az egyiknek hisz, a másiknak nem hisz. Ugye ez viszont nincsen, mert ha van is jobb és baloldali, vagy nem, se nem jobb, se nem bal, középjobb, közel, különböző újságok és médiumok, akkor azért ebből nem következik, az ember csak a saját magáit hallgatja, a másikat fújolja, hogyha ez nincsen, attól mind a kettőről mindegyikre odafigyel az ember. Sőt, hozzá kell tennem, hogy én embereket ismerek Itáliában, akik éppen baloldaliak, de előszeretettel csak a jobboldali újságokat olvassák, mert azért jobban érdekli őket. Olyasmit kapnak, amit nem tudnak amúgy is. Uh-huh. És ez Németországban is így volt. Hogy az ember, akik a Frankfurter Allgemeinet olvassák, inkább a Frankfurter Zeitungnál, azok nem jobboldaliak, mert Frankfurter az érdekli őket. Mert jó lap, vagy uh-huh. több információt kapnak, és éppen az érdekli őket, ami nem az ő álláspontjuk, mert hát találkoznak egy érdekes szemponttal. Úgyhogy ez, ami magyar folyik, hogy valaki csak a saját újságját olvassa, megnézed ki milyen újság, mindez ki tudod, hogy melyik szekertáborba tartozik, ez tökéletesen abnormális, és megint csak azt mondom, vissza vagyunk Acél Györgynél, vissza vagyunk a Kádár rendszernél, ott kezdtük, ott folytatjuk.